mi papa papírokkal él. Annak idején a szelektív hulladékgyűjtésnél az volt a szempont, és az volt a fontos, hogy milyen kukában milyen hulladékokat rakunk be, ugye papírt, ugye a kék kukában, a sárgában, a műanyagot. Most már nem az lenne a feladat, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, hanem hogy eleve ne is termeljünk hulladékot. Zöld forgó világba bolyongó, csak te rád vár már a föld bolygó. Zöld forgó 150 állomásos koncertturné, és nem csak koncert van benne, animátorok jönnek velünk, játszanak a gyerekekkel. Itt van például a használt sütőolaj, ez például szépen elvándorolhat a benzinkútra, ahol leadhatjuk a szemét égető telepekre, a hulladék kezelő helyekre nem lehet a gyerekeket elvinni osztálykirándulásra. Viszont azt az élményt, hogy előttük egy gelért egy magasságú gumiabroncs hegy magasodik, vagy hogy a PET palackok milyen mennyiségben termelődnek, azt érdemes nekik megmutatni. Mindig elmondom a gyerekeknek azt, hogy nincs olyan, hogy magyarországi vízkészlet, hanem olyan van, hogy van Magyarország, van Kárpát-medence, és onnan bejönnek vizek, kimennek vizek föld alatt. Ez egy nagy összefüggő rendszer. És innentől kezdve baromira nem mindegy, hogy a Tiszába, a Cián és egyéb dolgok, amikor bekerülnek, az hány embernek, a hány országnak a lakosságát mérgezik meg. Rajzoltam egy parlamentet, rajzoltam Lánchidat, és itt is különböző poénokon keresztül bemutatjuk, hogy a Dunában mi történik. Egyszer befagyott Mátyás gondolt egy nagyot, és vezette a népét még egy jó koron át. Azóta úszik a kis kaka, úszik a nagy kaka, meg a kis kacsa benne. Úszik a kis kaka, úszik a nagy kaka, megy a világba, igen, ez megy a világba. A Zöld Forgó Élmény programnak része egy különleges dal, az a cím, hogy Itt a méz, és tulajdonképpen a méheknek a csodálatos világáról szól. Ugye Einstein mondta, hogyha a méhek eltűnnének a földről, akkor az emberiségnek összesen 4 esztendeje maradna. 50 millió évvel ezelőtt már voltak méhek. Megnézzük, hogy a növényeknek körülbelül hány százaléka beporzás útján szaporodik, akkor kiderül, hogy ilyen 90% környékére hozzák ki. Itt a méz, pici méhek szállnak virágra, nézd, itt a méz, így vigyáznak a nagy világra. Úgyhogy hajrá méhek!